Üdvözlök mindenkit, ez itt a Telex Sport, a Telex olimpiai műsora. Itt van velem a stúdióban Petro Iván úszóedző, szervusz Iván, illetve Rutka János, a Telex állandó szakértője. Sok minden történt már az olimpián, ezért most egy kicsit átvesszük az eddig történteket. Először azért arra lennék kíváncsi, hogy mit szóltok az eddigi eredményekhez, illetve mennyire okoz nehézséget hajnalban követni az eseményeket. Először Iván, téged kérdeznélek. Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát számomra a korai kelés nem okoz annyira nagy problémát, de azért, amikor tegnap 3:30-kor kezdtünk, az egy picit megütött, utána napközben délután kellett még aludnom. Ma megnéztem természetesen az összes úszószámot újra, utána elmentem edzést tartani, de az úszás mellett azért más sportágakat is nyomon követtek, és amire egész nap gondolkodtam, és nem feltétlenül ez volt a kérdés, az az, hogy szerintetek a szörfös hölgynek a nevét hogy kell ejteni? Ez nem volt szép. Ez nem volt szép. Én Csolnokira tippeltem, Rudi Csolnokira. Szerinted? Én nem merek tippelni. Nem merek tippelni. Előbb tippeltünk meg adás előtt egy másik témában. Szóval, hogy de egyébként mit gondolsz az eredményekről eddig? De ez jó felütés, mert ez azt jelenti, hogy minden egyéb sportágat is nézel. 26-27. Helyet is ugye Sárától. Abszolút mértékben. Nekem például a Bicsák Bencének a nyilatkozata nagyon tetszett. Nekem eddig ő a kedvenc a sportolók közül, nagyon szép volt, ahogy beszélt, így van, hetedik helyen zárt a triatlonban a mai napon. Azt gondolom, hogy ma a vízilabdás lányok nagyon szépen szerepeltek az oroszokkal szemben, X-re hoztak egy meccset. Bár végig vezettünk, de mégiscsak egy olyan csapat ellen, ami a világ legjobbjai között van ott, és egy csapat sportágban bármi lehet. Szerintem ez jó eredmény. A franciák ellen a női kézisek kiválóan szerepeltek, öröm volt nézni, ugye mindenki egy kimondatlanul egy zakóra számított, és ehhez képest több mint tisztes volt a helytállás. Szerintem a fiú vízipólósok is jók lesznek ott, és igazából a torna második felére kell majd koncentrálni. Ami pedig az úszókat illeti, azt gondolom, hogy ők még a torna második felében sok örömet fognak szerezni. Én azért nem kelek ilyen korán, mert kicsit az nekem még így nehézkes, de a reggeli ébredésnél, ami általában ilyen 6 és 8 óra között szokott lenni, akkor mindig bekapcsolom a tévét egy részről, megy az élő közvetítés, és mellette visszanézem számítógépről az összes olyan eseményt, ami magyar vonatkozású és érdekes lehet. És azt vettem először észre magamon, hogy ez az első olimpia, amikor nem csak magyar vonatkozású dolgokat nézek, hiszen pont volt ugyanolyan sokat kerékpározok mostanában az országúti kerékpározásnál, ugye egy osztrák hölgy nyert, senki nem számított az ő győzelmére, és teljesen nagy élvezetet nyújtott az ő versenyzése is, de természetesen ugye minden olyan sportág, mint például ma reggel Márton Annának a kiemelkedő teljesítménye és elődöntőbe jutása ugye a kart küzdelmeiben, az egy fantasztikus dolog volt, és reggel a készülődés közben pont lehetőségem is nyílt a negyeddöntő megtekintésére. Most vasárnap hajnalban több úszódöntő is volt, kicsit beszéljünk ezekről, mert 400 vegyesen nőknél hosszú Katinka az ötödik helyen ért célba, és nem szerzett érmet. Iván, szerint ezen meg kell lepődni? Mert hogy sokan hozzászoktak ahhoz, hogy Katinka bármivel indul, ott valószínűleg érem lesz a vége, és most mégse ez történt. Hát igen, azért Katinka, amikor elindult Tokióba, ő maga azt mondta, hogy nem érmekért megyek, hanem élvezni próbálom a versenyzést. Azért itt rengeteg olyan dolog van. De ezt ő mondta csak nem, mert azért a közvélemény mindenki számított arra, hogy na, Katinka az fix arany. Hát az ezerfejű közönség. Igen, de így. Mindig számítanak rá. Azért neki egy 4:34-e volt ebből a szezonból, ami az elmúlt olimpiákon tényleg ilyen. Ez olyan, mint a labdarúgás, nem a 10 millió szövetségi kapitány. Ott mindenki jobban ért hozzá, mint a Kártály, vagy akárki, aki ezt a játékot játszotta. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül meglepetés. Ami meglepő volt, hogy 4:32-vel lehetett nyerni, de amit elkezdtem mondani, tehát olyan körülmények között kell versenyezni a sportolóknak, ami teljesen szokatlan és teljesen váratlan, és utoljára 2008-ban Pekingben fordult elő, hogy délelőtt kellett úszni a döntőket. Van olyan versenyszám, ami ez nagyon meglátszik, például a férfi 400 vegyes relatíve gyengébb idővel nyerték, a női 400 vegyes relatíve, tehát az előző olimpia plusz 6 másodperccel nyerték. Ehhez képest mondjuk a mai 400-as fiú gyorsváltó az minden idők legerősebb textilben úszott ideje, az Amerikai Egyesült Államok csapatának az aranyérmes ideje. Hát és a magyarok is országos csúcsot úsznak. Így van, és a magyarok is jobbat jöttek, mint 2017-ben a világbajnokságon azon a ikonikus bronzéremnél. Még kell egy kis idő szerintem, amíg megszokják a versenyzők a Covid helyzetet, kell egy kis idő, amíg
belövik az uszodát maguknak, és ezen az első sokkon keresztül mennek, hogy nincsen néző, van néző, maszkot kell hordani, nem lehet kimenni az utcára, nem tudunk elmenni bevásárolni, minden egy picit kisebb, egy picit szűkebb, egy picit szürkébb, van, aki ezzel nem foglalkozik, és van, akit agyon nyom ez a dolog. Mennyire nehéz a csúcson maradni két olimpia között? Most megint Katinkára gondolok, hogy mennyire nehéz az, hogy gyakorlatilag 4 éven át topon kell lenned, hogy aztán legyen egy darab, vagy két, három versenyed, ahol és a maszok kerül. És hanem 5 év, ugye? És első, igen, első, most 5 év. Hát, egyszer néztem a mesélem, hogy csúcsra járodsz, és utána elengeded magad egy picit. Hát nagyon nehéz, bár én nem vagyok az edzője, de azért ezt mindenki tudja, még az 1000 fejű közönség is, hogy Katinkának a felkészülése az nagyrészt a versenyeken alapult. Tehát mindenféle versenyen elindult, és ott a lehető legtöbb számot bevállalta. Erre az elmúlt másfél évben nem volt lehetőség, ez biztos, hogy rányomta a bélyegét a felkészülésre. Nyilván megpróbálta pótolni. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem a legjobb felkészülés, de hogy mennyire nehéz. Igazából nagyon kevés olyan versenyző van, aki álló csillagként 2-3 olimpián ott tud lenni a legjobbak között. Emlékezhetünk mondjuk Alexander Popovra, aki 100 gyorson, 50 gyorson két olimpián is ott tudott lenni a legjobbak között, de persze Michael Phelps, akinek 20 fölött van a zsebében az olimpia aranyag száma, most pedig... Nehéz összehasonlítani bármi mással. Igen, de nagyon nehéz összehasonlítani bármi mással. Nőknél nagyon ritka. Nem, bocsánat, nem akartok félbeszakítani, hogy 2009-ben Katinka már 2.30-at úszott, ugye 2.26-tal nyert Rióba, hogy mennyire volt a realitás, amit előbb kérdezett Dávid is, hogy neki mindenféleképpen nyerni kell, vagy az az ötödik hely a realitás? Ugye az EB-n 2.34-et úszott idén, ha jól emlékszem. 4.30 és 4.34, de mégis részletkérdés. A lényeg úgyis a másodperc, de a 2009-ben ez egy szuperdresszes világbajnokság volt Rómában, ahol olyan idők születtek, amik nem feltétlenül irányadóak a jövő szempontjából. Tehát ez a dressz van, akinek fantasztikus segítséget nyújt, van, aki meg se érezte, hogy rajta van. Emlékezhetünk 2009-ben például Nadia Higgyl nyerte a 200 méteres női mellúszás döntőjét Rebecca Soné előtt, aki végül érmet sem szerzett, mert eltaktikázta a dolgot. Se előtte, se utána semmit nem tudott csinálni. 2009-ből datálódik Paul Biedermann 3.40-es 400 gyorsúszó világcsúcsa. Hogyha most megnézzük a 400 gyorsot, mindenki erősebben kezd annál az időnél, de a második fele senkinél sem jön össze. Tehát 2009-et nem venném alapul. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy 2016-tól ez az 5 év, ez mind múlt, hogyan múlt, miképpen ment. Egy olyan időszakát éljük az úszósportnak, amikor már apukák és anyukák ott versenyeznek a medencében, és korábban ez nem volt. Korábban 22-24 éves korban már visszavonultak a versenyzők. De most már egy ISL-en, egy világkupán, egy Championship Swim Series-en olyan pénzösszegeket tudnak nyerni a versenyzők, amire egy életet fel lehet építeni. Tehát benn maradnak a versenyzők több ideig. Szerintem Katinkával kapcsolatosan, bocsánat, Dávid, számíthatunk akár 200 vegyesen, vagy hát ugye a 4 számba volt nevezve az olimpiára bármilyen éremre még, vagy akár aranyéremre is, mert azt néztem, hogy még ugye 8 másodperccel úszott rosszabbat 400-on a legjobb eredményénél, ugyanez a különbség 200-on is megvan, hogy ott 4 másodperc az idei legjobb eredménye, az amúgy úszott legjobb eredményétől, szóval ott is tapasztalható némi visszaesés. Igen, ezt azért ennyire nem lehet lineárisan menni, egyébként 9-10 másodperccel úszott rosszabbat, mint az egyéni csúcsam, de egy teljesen más helyzet volt. Egyrészt ott délután volt a döntő, most délelőtt volt a döntő. Ott nyugati időátállás volt, itt keleti időátállás. Egészen más volt az atmoszféra, a hangulat, az egész éves felkészülés, és ugye nem ott robbant be Katinka, hanem 2013-ban már világbajnokságot nyert, és 13-tól 21-ig kell nézni nekünk ezeket az eredményeket, vagy akár 2009-től 21-ig. Tehát ez egy óriási karrier. Az úszósportban az, hogy mit lehet várni, milyen érmeket lehet várni, azt azért nehéz megjósolni egy ilyen szűk, 2 másodperces intervallum esetén, ami a 200 női vegyesnél az első és mondjuk hosszú Katinka között van, mert nincs ráhatása arra, hogy az ellenfele hogyan úszik, mit úszik. Tehát ez nem olyan, mint az ökölvívás, a vívás, a labdarúgás, ahol egy ellenfelet le kell győzni, itt minden egyes úszásnál önmagadat kell legyőzni. Az biztos, hogy ki fogja magát hajtani, az, hogy az eredménye mire lesz elég, hát ma majd okosabbak leszünk, hiszen hamarosan kezdődnek a 200 vegyes előfutamai. Szerinted Katinkának mi következhet még? Nyerhet-e még valami nagyobb címet, akár
később, akár még olimpia után is, hogy mondtad azt, hogy ugye kitolódott a kora az úszóknak, hogy Katinka is egy világklasszis úszó, benne van még egy pár év, hogy az elithez tudjon tartozni, vagy azért az olimpián most már látszik, hogy 30 fölött már ez sokkal nehezebb? Nem illik egy hölgynek a koráról beszélni, de nyilván semmi nem múlik el, de ez köztünk marad most, igen, nem múlik el nyomtalanul. Sok minden lehet ebben az úszásban az, hogy nem sikerült jobbat úszni, mint az Európa-bajnokságon. Én nem voltam ott az edzésein, én nem beszéltem az edzőjével, én nem tudom, hogy milyen munkát végeztek el. De amilyen... Ő is azt nyilatkozta, hogy nem tudja, hogy mi történt, hogy nem érti ennek a hátterét. Tehát amilyen fizikális formában van, tehát hogyha ránézel, akkor sokkal jobb állapotban van, mint az Európa-bajnokságon, sokkal jobb állapotban van, mint bármikor 2019 óta. Ez a személyes véleményem. Az, hogy ez a munka nem fog elveszni, az egész biztos, hogy mi fog rá várni. Szerintem ebben az állapotában, augusztusban az ISL-en fantasztikus időeredményeket fog elérni, és a novemberi rövidpályás EB-n, illetve a decemberi rövidpályás VB-n is biztos, hogy nagyon jól fog úszni. Nyilván az ő döntésétől függ, hogy mind vesz részt, és mind nem vesz részt, de nagyon jól néz ki. Tehát nem, hogyha ránézel, nem olyan benyomást kelt, mint egy olyan versenyző, aki fölött eljárt az idő. De ilyenkor van különösen nehéz, nem? Engem nagyon érdekel, hogy általánoságban olimpiai egyéni sportágban ugye csúcsra kell járatni minden negyedik évben a sportolókat, hogy ez a felkészülés, amikor 2020-ra felpöröksz, és tényleg a legjobb teljesítményre kihegyezed magad, utána elmarad az olimpia, kiesik jó pár hónap, akkor lehetett látni több sportolónál is, hogy azért felszedett egy-két kilót, nem tartotta azt a formát, amiről te is beszéltél, és akkor utána megint 30 év fölött, ugye 33. életévedben megint fel kell építeni magad, hogy ez mennyire nehéz és bonyolult. Ez lehet az oka annak, hogy esetlegesen nem olyan eredmények születnek? Nem gondolom, hogy ez korfüggő, tehát azért egy idősebb versenyző mellett a bölcsesség, a tapasztalat az mindenképpen ott van. Tehát egy olyan dologra kell felkészülni, amit ő már 4-5-ször megcsinált. Mondjuk Jakabos Zsuzsanna is már 2004 óta ott van az összes olimpián. Nekem is, hogy azt mondják, 30 év fölött, ha felkeszreg és nem fáj valami, akkor meghaltál. És ez valószínűleg ugye egyre nehezebb ez a felkészülés, meg az embernek az ízületei szervezete azért nem lesz fiatalabb. Igen, tehát talán fiziológiai szempontból nehezebb, tehát talán a fizikális állapotod miatt ez nehézséget okoz, de azt gondolom, hogy a rutin miatt, a bölcsességed miatt ugyanakkor könnyebb. Tehát ki tudná azt megmondani, hogy egy 31 éves hosszú Katinkának több nehézséggel kellett megküzdeni a Covid alatt, mint mondjuk az egészen fiatal 20 éves Milák Kristófnak. Tehát kinek vitte el több dolog a fejét, kinek kellett több más dologgal foglalkozni. Milák Kristófnak ez az első olimpiai felkészülése. Nem azt mondom, hogy nála bármi közbe jött, mert nagyon szépen úszott már ma reggel is a 400-as fiú gyorsváltóban, 48-2-t ért el, jól is nézett ki egy erős mezőnyben. Majd a legjobbja, ahogy néztem. Igen, két tizedre úszott a legjobbjától, de nem jelenteném ki egyértelműen, hogy egy idősebb versenyzőnek ez többet ártott, egy fiatalnak meg kevesebbet. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az egyéni döntése volt, hogy hogyan éli meg, körülötte a stábnak, hogy most ebből patáliát meg drámát csinált, mindenből lehet egy buszkéséséből, vagy egy rosszul sült steakből is lehet botrányt csinálni, hogyha az ember akar. Én azt gondolom, hogy egy jó stáb, egy jó edző az arra van, hogy ezeket a zavaró faktorokat csökkentse, és a lehető legjobbat próbálja kihozni a legnehezebb helyzetekből is. A 400-es női döntőjében ott volt a 17 éves Mihályvári Farkas Viktória, aki a 6. helyet szerezte meg. Ez mennyire számít nagy bravúros eredménynek, és mi várhatok tőle a jövőben? Mennyire befolyásolhatja a karrierét ez az eredmény? Mert jól emlékszem, akkor ő maga is úgy nyilatkozott, hogy ha ezt neki előre mondják, hogy 6. lesz, akkor azt ő elfogadja. Igen, hát nagyon közel áll a szívemhez, mert nagyon jóban vagyok az edzőjével. Kutasi Gergő egy olyan jól felkészült tréner, a Ferencvárosnak az edzője, aki tényleg ezeket a klasszikus magyar mintákat követi. Nem véletlen, hogy évek óta adja a magyar válogatottnak a kiváló közép-hosszú távúszókat. És Vikire sem mondanám azt, hogy ő az Isten adta tehetség. Tehát ő egy nagyon szorgalmas, nagyon alázatos versenyző, egy kiváló, szintén szorgalmas, szintén alázatos edzővel, és ennek lett az eredménye ez a 6. hely, ami fantasztikus. Na jó, de azért lehetett számítani, mert idén már EB-n második helyezést ért el Katinka mögött. Igen, de azért az úszás az nem egy európai sportág, vagy nem csak egy európai sportág. Azért észrevehetünk olyan sportágakat, ahol jellemzően az érmesek mondjuk a környező országokból kerülnek ki, vagy legalábbis a kontinensről. Hát úszásban most itt az olimpián
talán az olasz váltó szerezte az első európai érmet. És most már két döntő napon túl vagyunk. Óriási a versengés. Ez annak is köszönhető, hát persze egy népszerű sportág, jól nézhető, viszonylag érthető mindenki számára. Ugyanakkor pedig az úszás az világszinten fontos, mert abban még senki nem halt bele, hogy nem tudott tollaslabdázni mondjuk, nem megbántva a tollaslabdázókat, de azért, hogyha a gyermeked vízbe esik, akkor neki kötelező úszni, minden gyermeket meg kell tanítani úszni, és ha egy picit ügyesebb, akkor valószínűleg versenyre is el fogják hívni az oktatói vagy az edzői. Egy nagyon-nagyon széles bázis, akivel versenyezni kell. De akkor azért meg tekintetében vissza is csatolhatunk a legelejére a beszélgetésnek, nem, hogy akkor mégiscsak sokat számít a koránkelés, az aklimatizáció és az összes egyéb körülmény abban, hogy Európa mondjuk az olaszok által nyerte az első érmét. Igen, igen, igen. Tehát mindenképpen az ausztráloknak kedvez, ausztrál-japán kínai úszósportnak kedvez az, hogy keleten van az olimpia. Ez mindig így volt, ez Pekingben is így volt. És egyébként az amerikaiak is vesződnek ezzel a dologgal, hát látjuk, ahogy az ausztrál Ariane Titmus egy másodperccel meg tudta előzni a világklasszis Katie Ledeckit. Ledecky dicséretére legyen mondva, hogy az a 3.57, amit most elért, ez messze a legjobb időeredménye idén, de azt gondolom, hogy a világ valaha volt két legjobb reggeli úszását, láthattuk tőlük ma reggel, és igazi titánok harca volt itt. De legalább nem előzte meg Egerszegi Krisztinát, ilyenek tekintetében. Nem, de lehet, hogyha ez a verseny Floridában van, vagy Kaliforniában, vagy Hawaiion, akkor az amerikai nyeri. Amit te mondasz, szerintem ez úgy van. Beszélj kicsit Verrasztó Dávidról is, aki a 400 vegyes döntőben negyedik helyet ért el. 32 évesen, hogy megint visszatérünk a korra egy picit. Ez nagy teljesítménynek számít, nem? Mert hogy őnek az első olimpiai döntője volt, ahhoz képest, hogy már 30 fölött van ő is. És picit csalódottnak tűnt, nem? Hát nekem az ő nyilatkozata, azt pont beszéltük adás előtt, hogy nagyon lehangolónak tűnt, szóval, hogy kijött, hogy nem vagyok szerencsés típus, büszke vagyok, hogy beleálltam, nem a szégyengéppel megyek haza, mint eddig. Szóval, hogy én ennyire lehangolt nyilatkozatot rég hallottam már, miközben igazából biztos van benne egy pozitívum is. Ez miért lehet szerinted? Hát abszolút megértem Dávidot, tehát 2/10 volt az ezüstéremtől. És az ezüstérem az tényleg egy fantasztikus világra szóló csoda, a negyedik hely. Ez egy gyönyörű eredmény, de az ő élete szempontjából közel sem annyira fontos és releváns, mint hogyha érmet szerzett volna. Most ezt nem akarom ragozni, de hát egy éremmel együtt jár kocsi, ló, életjáradék, minden. A negyedik hely. Szerintem, hogyha 2 másodperce kap ki mondjuk a harmadiktól, akkor nem ezt nyilatkozta volna. De miért mondta azt, hogy nem egy szerencsés típus? Mire gondolt? Mert kicsit az ilyen általánosságban mondta ezt magára, nem pedig csak erről a versenyről. Hát szerintem konkrétan ez a verseny váltotta ki belőle. Hát persze, egyébként nyilván ő hosszú évekig Cseh László árnyékában élt volt, amikor Kis Gergővel kellett megküzdenie. Tehát a magyar úszósport azért olyan próbatételek elé állítja a versenyzőket, amit a világon kevés helyen tapasztalnának. Tehát Verrasztó Dávid a világ bármely pontján lenne úszó, talán az Egyesült Államok kivételével, esetleg Japán kivételével, mindenhol első számú vegyes úszó lett volna az elmúlt 15 évben. Én pont erre akartam célozni különben az előbb is a kérdésemmel, hogy ugye 4 évente, 5 évente kell a csúcson lenni, és aztán tényleg úszol egy fantasztikusat saját magadhoz képest, és 1 másodperc plusz-minusz 1 másodpercre volt ugye az aranyéremtől. Igen. És hogy az mennyit számít, lemaradsz egy karcsapásnyival plusz-minusz. Szóval, hogy ez mennyire bosszantó lett, és mennyit számítanak valóban ilyenkor a külsőségek és az egyéb apróságok. Mert ez valószínűleg ez ezen múlik. Hát ez mondjuk számunkra felfoghatatlan, hogy egy ilyen versenyző 5-6, 3-4-5-6 éves. Úgyhogy egész évben erre vársz, egész életedben. A munkában. Tehát azt mondom, hogy Dávid most 32-33 éves, és valószínűleg nem lesz már több olimpia, ahol a csúcson lesz, és ezt szerintem ő is egyetértene. És itt volt a lehetőség kapujában, megvalósította az álmát, bejutott negyedik idővel a döntőbe, ahol 4-0-9-el lehetett nyerni. Hát 16-ban 4-0-6-tal nyerték, 2008-ban 4-0-3-mal. Tehát, és ő is úszott már 4-0-7-et korábban. Hát persze, hogy csalódott. Lehet, hogy még csúnyábbakat is gondolt, csak nem mondta ki, és teljesen megértem. És hát ilyen a sport. Tehát az úszásban nincsen bronzmeccs, az úszásban nincsen olyan, hogy az ellenfél elcsúszik, az úszásban nincsen szerencse, itt nagyon méter van, másodperc. Nagyon ellentétben az, hogy mindenki nagyon büszke rá. Mert azért ez egy fantasztikus eredmény, ettől függően. Persze, úgy érzi, hogy az a 1 méter az még benne volt. Mindenki. Tehát az ő csalódottsága, azt tartsuk fenn számára a jogot a csalódottságra. Tehát ő lehet csalódott. Mi pedig csak büszkék lehetünk.
Kapcsoljuk gyorsan Tokiót, ugyanis Ágasi Attila helyszíni tudósítónk ott van Japánban, ott van az olimpián, és biztos tud nekünk mondani egy pár érdekes történetet. Szavasz Attila, hallasz-e minket, itt vagy-e? Ahogy már látlak. Sziasztok, mindenkit hallok. Szavasz Attila. Egy kicsit mesélj már nekünk arról, te már több olimpián is ott voltál tudósítóként, hogy mennyire más ez a mostani tokiói olimpia a többihez képest? Mi a legfőbb különbség, amit ott a helyszínen érzel? Kezdjük ott, hogy minden nap tesztelnek. Ehhez azért nem voltunk hozzászokva az elmúlt időben, vagy akármelyik olimpiáról legyen szó. Itt viszont ma reggel 8 óra 55-kor amiatt ébresztettek föl, mert hozták a köpőcsészémet, amit én így ilyen elegánsan elneveztem, mert itt nem PCR-teszt van, hanem nyálat kell adni, és nagy boldog, amit tékel tőlem ma reggel. És mennyire nehézkes a mozgás a helyszínek között? Mondtad te is adás előtt egy kicsit, hogy el akartál menni például kerékpára, de az annyira kim van a városból, hogy inkább nem fogsz elmenni. Szóval mennyire problémás most a közlekedés a Tokióban, akkorák a távolságok helyszínek között? Hát a bringa helyszín, a pályakerékpárnak a helyszíne, az 300 kilométerre van. És ennek egy elég sajátos története volt, amikor megkapta Japán ezt az olimpiát, akkor megígérték a szervezők, hogy építenek majd Tokióban egy új hiper-super high-tech velodrómot, elfelejtették. És azt mondták, hogy hát ez jó lesz, ez itt van, nem messze, nem olyan nagy távolság ez a 300 kilométer, és végül is emellett döntöttek. Volt már olyan, hogy elfelejtett jönni egy busz is reggel. Nagy öröm ez, hogyha időre megy az ember, épp az úszodába tartottam. Megnézni Katinkát és a Verasztó Dávidot. Így hát a taxi nevű intézmény bejött a képbe. Kicsit furcsák a japánok, mert adott a sofőr például egy cukorkát, de a yes és a no az nem igazán megy neki. Valamiért. Igen, de odaértem. Jó, egyébként hányszor kell ilyen nyáltesztet adnod? Mennyire központi téma magán az olimpián a koronavírus kérdése, akár köztek kollégák között, akár a sportolók között, akár a stáb között? Köztünk nem, a sportolók között sem, viszont az első csekkolásnál, ahogy felszállunk a buszra, már érződik, hogy a koronavírus itt van az országban. Fertőtleníteni kell a kezeket, ahogy becsekkolunk, az az első, nem is mehetünk oda az akkreditációs kártyával a kapuhoz, csak úgy, hogy előtte már fertőtlenítettük a kezünket. De az mennyire borzalmas volt, nem? Különben az eredmény hirdetésnél, hogy megállás nélkül ugye csak maszkba lehettek, amin most lazítottak egy picit a szabályozáson. Igen. Egy laza 30 másodpercet kapnak, igen, hogy addig lehet örülni és boldognak lenni. Na jó, de mert bocsánat, hogy csak... Dobogó tetején még nem álltam, úgyhogy azt nem tudom megmondani, hogy ez milyen. Azt is tudjátok, hogyha bármelyik érmes covidos lenne, akkor valószínűleg az első ember, akit a kardélre hánynak, az a szervezőbizottság vezetője, hogy hogyan hagyhatta, hogy maszk nélkül álljanak ott. Ennek két része van azért. És ez a te felelősség. Én ma reggel tenni. Kaptam egy e-mailt, hogy kihágások voltak az olimpián. Utána fognak nézni annak, hogy ki volt az, aki maszk nélkül volt a versenyen. Már majdnem magamra gondoltam, hogy úristen, levettem a bejáratnál, vagy amikor kijöttem, vagy amikor kimentem egy kicsit melegedni, mert a víváson éppen azt hiszem 18 és 19 fokra hűtötték le a levegőt, ami nem annyira kellemes. De kint melegedtem 33 fokban, és aztán bejött. Akkor így végigfutott. Elhiszem. Egy kicsit így végigfutott rajtam, hogy úristen, én voltam az. Aztán rájöttem, hogy ez egy ilyen egyenlevél. Mindenkinek írnak a japánok ilyet. Csak én Covid officer is vagyok. Nem csak egyszerű újságíróként vagyok itt kint, hanem önmagamnak én vagyok a Covid officere. Magamról kell jelentéseket adnom nekik. CLO-nak hívnak egyébként, Dear CLO-nak egyre inkább.
és nagyon büszke vagyok erre. Köszönöm a gratulációt, hogy önmagam Covid-ja vagyok. Mit tapasztalsz a helyszínen, milyen a helyiek hozzáállás az olimpiához? Mert ugye rengeteget lehetett olvasni arról, hogy maguk a japánok nem igazán támogatják, hogy Tokió olimpiát rendez egy ilyen súlyos pandémiás időszakban. Te mit tapasztaltál? Politikai kérdés lett ebből teljesen egyértelműen. Nyilván valaki szavazatokat remél attól, hogy támadja az olimpiát. A jelenleg kormányon lévő erők pedig azt gondolják, hogy majd augusztus 8-án a záró tűzijátékkal azt fogják tudni elmondani, hogy látjátok, a járvány ellenére nyert a sport. Győztünk, mindent megtettünk. Te egyébként mit vársz személy szerint, miben lehet még magyar érem az olimpián? Hogy értékeled a mostani eddig eredményeket? Melyik sportákban? Aha, igen, hol érzed azt, hogy mondjuk lehet még érmünk? Vívásban szerintem még lesz, sőt, akár még azt gondolom, hogy ma is. Sőt, meg ott a karcsapat, ahol a Szilágyi Áron vívni fog még. Úszásban is lesz még. Hogy az Ivánt idézzem, van mensóra számítok én is a Miláktól, mert 200 pillangón annyira kimagaslik a többiek közül, hogy biztos vagyok benne, hogy 75 méternél szét fog nézni, és kitekint oldalra, balra, jobbra, hogy na mi van, srácok, nem jöttök? Ma fog bemutatkozni, nem sokára. Indulok is, hogy megnézzem hamarosan. Emellett még a kajak lesz a második héten, ami dominálni fogja az olimpiánkat. És még a lövészettől is lehet várni jó eredményeket, és még akár érmet is. Holnap lesz például a csapatverseny, ahol a Péni István és a Mészáros Eszter lőnek. Ez egy friss szám. Ami miatt fontos kiemelni, hogy még nem tudott rákészülni a világ, nekünk viszont most éppen van egyszerre a férfi és női vonalon is egy jó lövünk, úgyhogy nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy holnap ott is érem lesz. Vitorlázást nem tudom megítélni, hogy a szél nekünk mennyire lesz jó, hamarosan érkezik a tájfun. Én amikor először Japánban voltam, teljesen meglepődtem, amikor a tájfunt ilyen közömbösen, közönösen vették tudomásul, hogy hát jön, ez már a 21. idén, lépjünk túl. El se nevezték. Volt olyan, amit már el se neveztek, mert azt mondják, hogy jó, hát az most ide jön egy kis cél, meg esik az eső. Mi meg azt látjuk mindig, hogy vízszintesen áll a pálmafa. Attila, mondtad azt, hogy menned kell tovább. Hagylak is téged. Kösz szépen, hogy bejelentkeztél nekünk Tokióból. És majd remélem még beszélünk. Kösz szépen, hello! Kösz, Attila, szia, hello! Lesz még egy csomó érmünk, úgyhogy reméljük beszélünk húzásról is. Oké, köszi, hajrá! Sziasztok, sziasztok! Térjünk is vissza kicsit az úszáshoz, és beszéljünk még Milák Kristófról szerintem. Kitől idézek most? Arra is képesnek tartom, hogy ezen az időn tovább faragjon, még ha délelőtt is kell úsznia. Csak nem én írtam ezt. Képzeled, te írtam a Telexen. Igen. Azt gondolom, hogy ezt rajtam kívül körülbelül 2 millió úszóedző tudja. Nem hiszem, hogy több van ezen a bolygón. Kristóf tényleg olyan klasszis ennek a versenyszámnak, hogy meg se tudták közelíteni az ő időeredményét. Egyedül Daya Seto, aki 1.52-re volt képes, és a következő, ha jól emlékszem, akkor Kenderesi Tamás a világranglistán. Chad Leclos, a dél-afrikai fiú, aki még tudott 1.52-t úszni, de most szerintem nincs olyan állapotban, hogy megvalósítsa az álmait. Én szerintem itt nem fogják megszorongatni Kristófot. Hát Seto kiesett a 400 vegyes előfutamaiból. Nem jutott döntőbe, úgyhogy ő vezette a világranglistát. Erre lehet sok mindent mondani. Ő utána azt mondta, hogy elérezte a tempót, rossz taktikát választott, de hát egy szoros versenyből kapott ki. Tehát végig látta, hogy hol van, és pontosan tudta, hogy leelőzzik, és nem tudott megújulni. Volt neki egy botránya is idén korábban, ebben a szezonban pontosabban, amikor eltiltották a válogatottól egy pár hónapra, ugye egy hölgyel látták, aki nem a felesége volt. És ezt arrafele nagyon komolyan veszik, nagyon helyesen, és én nem látom benne ezt az erőt, amivel meg tudnák közelíteni Kristófot. Tehát, hogyha Kristóf egy nagyon rosszat úszik, és Seto egy nagyon jót, még akkor is van köztük egy másodperc. Igen, és ide már úszott ugye
Európa-bajnoki csúcsot 100-on és 200-on is. Azért az nagyon nagy meglepetés lenne. Én az olimpiát megelőzően különben, amikor kérdezték, hogy na, kire gondolsz, aki biztos aranyérmes, nyilván ilyet nem lehet mondani, hogy biztos, de azért Kristófra azért nem voltak olyan nagyok az otcok szerintem ezen a téren. Megnéztem, hogy mekkora egyébként. Ahhoz képest, hogy milyen jó esélyé vannak, én nem akarok semmit mondani, de szerintem érdemes. Mi az, amit Milák tudom, mivel ennyire kiemelkedik a mezőnyből? Mi az az extra, amivel ő több, mint a többiek? Hát egyrészt a 200 méteres pillangóúszás az nem egy annyira népszerű szám, tehát nagyon sokat kell rá készülni. Meg nehéz is, nem azt mondja. Hát, ha jól úszod, akkor nem nehéz. Hát, ahogy úszod, nem nehéz. Ha jól úszod, akkor nem nehéz. Tehát, a kemény Dénes mondja azt, hogy könnyű annak, akinek nem nehéz. Persze, ha jól úszod, akkor nem nehéz, ő meg jól ússza. Tehát, hogyha kellően gazdaságosan úszod a pillangóúszást, akkor a 200 pillangó nem egy túl megerőltető dolog. Tehát ez nem nehezebb, mint a 200 mell. Tehát nem, csak lehet... mondtam, bocsánat, igen. Mert találkoztam vele egy hónappal ezelőtt, és akkor azt mesélte pont, hogy azért ő gondolkozik abban, hogy egyéb versenyszámokra is áttérjen, mert hogy azért ez az ízületeket meg minden nagyon igénybe veszi, és hogy hosszú távon azért szeretne más versenyszámokban is bizonyítani. Hát az ízületeket, az idegrendszert, nagyon sok mindent, persze. De én azt gondolom, hogy nem annyira népszerű ez a versenyszám, nagyon sokat kell hozzá készülni. A mostani trendek, ez a high intensity interval training, illetve a race pace training, ultra short. Ezeket lefordítod a kedves? Hogyne. Tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon gyorsan és nagyon rövid ideig tartó feladatokat kapnak a versenyzők sűrűn. Tehát ahhoz képest, hogy... Kevés pihenővel nagyon megtelenül. Így van, kevés pihenővel. Tehát mondjuk nem egy 200-at úsznak, hanem egy 8x25-öt közte pihenővel. Vagy ne adj Isten egy 16x12 és felett, tehát egészen extrém próbálkozások vannak erre. Fiziológiai biztosan jó, tehát biztos vagyok benne, hogy megvan az oka ennek a dolognak, meg az is biztos, hogy a technikát azt tönkre vágja. Tehát ezért az úszásnak van egy ciklikus jellege, ezt a technikát, ezt hosszú-lassú úszásokkal lehet tökéletesíteni, és ez nem szerepel olyan fajsúlyosan a modern metodikában. Hál' Istennek Magyarországon még csinálják, ezért is jók az úszók. Kicsit kanyarodjuk vissza ahhoz, hogy alapvetően egy távol-keleti országban az olimpia, ez sok utazással jár, a pandémia és a tájfún és egyéb más dolgok miatt járattörlések vannak, nehézkes kijutni, rengeteg pozitív tesztet diagnosztizálnak kint Tokióba. Mennyire nehéz alkalmazkodni ehhez profi sportolóként? Szerintem semennyire, tehát egy profi sportoló attól profi, hogy alkalmazkodik hozzá. Tehát az úszókat, egyrészt a MOB és a MUSZ nagyon jól szervezték az akklimatizációs táborokat, nem volt semmi probléma az utazás során. Tehát nem volt olyan történet, mint más csapatoknál, hogy mint a lengyeleknél, hogy rosszul nevezték be az úszókat. A teszteléshez volt idő hozzászokni, itt ugye rendeztünk International Swimming League versenyt, 6 hétig voltak karanténban a versenyzők, volt Európa bajnokság, tehát volt alkalmuk megtapasztalni ezt a helyzetet, a Covid helyzetet. És a nézőnélküliséget? A nézőnélküliség az mondjuk azért nehezebb talán a magyaroknak, mert Magyarországon rendezel egy világkupát, egy akármilyen komolyabb versenyt, és az emberek szeretik az úszást, és oda mennek. Tehát mindig is itt voltak a legjobb versenyek, talán a 2005-ös IFI EB óta. A legjobb publikum az mindig Magyarországon volt. Ez biztos, hogy hiányzik a versenyzőinknek, bár nem gondolom, hogy olyan sok magyar kiutazott volna Japánba, azért messze van az. De egy profi sportoló azért profi, hogy igazodjon ezekhez a körülményekhez, tehát arra teszi fel az életét. Ezek a versenyzők pici koruktól kezdve hajnalban kelnek, utána elmennek iskolába, aztán délután még egyszer edzenek, utána hétvégén verseny. Tehát bőven tudják azt, hogy mi a lemondás, mi az, hogy alkalmazkodni kell a rossz körülményekhez, vagy a más körülményekhez. Megoldják. Te azért személyesen is érintett vagy, mert a feleséged Gyakapos Zsonnal kín van az olimpián. Tartjátok a kapcsolatot? Tudtok beszélni az olimpia alatt? Beszélni viszonyban vagytok? Igen, beszéltek még egymással? Igen. Bármilyen meglepő napi kapcsolatban vagyunk, és mindig beszámol, hogy éppen mi történt aznap. Egyébként a körülmények jók, az oszoda nagyszerű, a faluban a konditerem is kiváló, tehát nincsen ezzel semmi probléma. Hozzáteszem, szerintem Rióban sem volt ezzel semmi probléma, Pekingben sem volt probléma, Londonban sem volt probléma, tehát ez egy kicsit olyan, hogy aki problémát akar keresni, annak semmi nem jó, aki meg
aki meg nyerni akar, vagy át akar lendülni a dolgokon, vagy jól szeretne teljesíteni, az meg nem foglalkozik azzal, hogy esetleg a WC deszka mozog, vagy egy fürdő az kényelmetlen. Zsú, az jó formában van? Mire várhatunk a 200-as váltótól? Hát jó lenne, hogyha 1.59-en belül tudná nyitni ezt a váltót. Most, hogy amiből ki tudunk indulni, azok az edzés eredmények, semmi más. Minden más az kristálygömb. Az idei évben most úszta a legjobb tört szetteket. Jó formában van. De talán pont Karakas Hedvig mondta ma azt, hogy a jó forma semmit nem ér, ha nem tudod kihozni magadból. Ez egy gyönyörű végszó volt. Köszi szépen, hogy eljöttél a műsorba. Nektek pedig köszönjük, hogy néztétek a Telexportot. Kövessétek az olimpiai tudósításainkat élőben a Telexen. Köszi még egyszer, sziasztok!